Az ülésen a tagok kiemelten foglalkoztak a magyarországi választásokat megelőző kampányrendezvényeken való részvétellel és az azon belüli aktivitásokkal. Úgy gondolom, hogy sikeres volt, nagyon sok értékes tapasztalatot gyűjtöttünk be a terepen, a terepi munkával kapcsolatosan. Szembesülünk problémákkal is, de úgy általában véve maga az akció sikeresnek minősíthető, sikeres volt. Az ülésen mérlegelték a magyarországi országos fordítóirodával való együttműködés lehetőségét is. Ez eredményezhetne egy nyelvi, kulturális, turisztikai együttműködést úgy Magyarországon és úgy a környező országokban. A bővített elnökségi ülések nagyon hasznosak, ugyanis így sokkal jobban meg tudják szervezni a jövőbeli tevékenységeket. Ha nem lennének ezek a bővített elnökségi ülések, akkor nem tudna ilyen élő tapasztalatcsere kialakulni közöttük. Tehát egymástól idézőjelben lopkodhatnak el ötleteket is, hogy milyen rendezvényeket, milyen egészségügyi előadásokat, vagy akár nem tudom én táplálkozásról szóló előadásokat lehet szervezni, bálakat, társalgást, mindaz, ami ezt a réteget érinti és érdekli. Horváth Tibor, a VMS Nyugdíjas Fórum újvidéki szervezetének elnöke beszámolt arról is, hogy a tartományi székvárosban is bővül a tagság. Mink is itten dolgozunk, mint Nyugdíjas Fórum, körülbelül 40 tag van a fórumnak, és ide tartozik Tiszakálmánfalva, Piros, Kács, Pétervárad, és majd most még a titelieket is bekapcsoljuk ebbe a szervezetbe. A VMS Nyugdíjas Fórumának jelenleg több mint 600 tagja van. A fórum két havonta szervez bővített elnökségi üléseket. Az Újvidéken megtartott ülést követően a tagok a házigazdák jóvoltából megtekinthették az Európa Kollégiumot is.